Ez mi volt nálatok? Komolyan? Igen. Na hát. Na? Na, mi van itt? Igen. Az majd 24-én lesz fönt. Na? Hát, mert ti fogjátok felrakni minden este. Mostantól kezdve. Rudolf a kedvenc fényes eszőhely. Piros kiszól a piros karácsony, tisztánt a jég, szeretett ünnepék. Piros kiros karácsony, szasz jegyjaik, vagy egy ágyót adtunk, szeretett ünnepén. Mindenki választhat egy ízt, és fölteheti a fára. Bármelyiket választottad? Melyiket választottad? A macit? Uh-huh. Jaj, de szép! Te magasra teszed? Leveszem a címkét, ezek minden az új díszek. Ugye leveszem, jó? Jó. A kézítést nyugodtan tegyed, ahova szeretnéd, bárhova. Hát most még rengeteg hely van. Most még... Igen. Nagyon okos vagy. Ügyesek vagytok. Jó. Te feltettél egy szánkot. Nagyon szép. De nem bántjátok. De hogy bántjuk? Akkor esik. És a maci? Szép. Szerintem jó magasra. Jó. Most Alex jön. Gyere, Ali! Felteszem neked. Nem, ő teszi föl. Akkor magasra tegyek el. Innen választhat egyet. Csillag. Választhat. Bármelyiket választhat. Bár azt, jó. De anya leveszi róla. Mondjuk ezeket levettem volna. Várj egy kicsit, Alex. Várj, levesszem a címkét, jó? Kérem szépen. Alex, kérem egy picit. Nem tegyem fel. Jó, majd akkor utána. De ezt a cica pont nem jó a cica. Segítsek. Noé már napok óta kérdezi, hogy mikor díszítjük végre föl karácsonyi hangulatúra a szobáját. A másik oldalt azt most nem mutatom. Ott el kell még pakolnia. Ezt a részt tudom nektek így mutatni. Ahol itt a Liza áll, szóval a szekrényét és a kis polcos részét. Itt nem teljesen értem, hogy kerültek ide, de én nem ér idáig föl, szóval ez a Laci volt. Ezt ide, direkt ide vettem hozzá ezeket a portörlőket, szóval az azért van itt. Hogy le kell itt törölgetnünk. Ugye letörlöm itt a kis polcait, és ide fogok neki kitenni, és a Liza segítségével fogunk ide kitenni meglepetésből néhány nagyon cuki karácsonyi témájú MeToo-jú macit. Szóval háda rossz. Borzasztóan gyenge volt a háda novemberben és decemberben is. Fogunk majd csinálni Lizával egy hádás videót a gyerekruhákról, viszont most decemberben képzeljétek el, hogy miket találtam. Mutatom,
Valaki nem ismerné, ezek a MeToo-jó macik, talán így tudom nektek mutatni. Na. Hát, talán látszott. Én középiskola utolsó évben, tehát ilyen 17-18 éves koromban kezdtem el őket gyűjteni, és nagyon sokáig itt volt Noénak az egyik polcán, konkrétan itt ezen a polcon volt, ahol most a kis mézeskalács kalendáriuma van. Szóval középiskola utolsó osztályától kezdve egészen olyan 26-27 éves kora még gyűjtöttem őket. Szóval elég sok példányom van, viszont ilyen karácsonyi témájuk egyáltalán nincsenek. Úgyhogy hát mindig, hogyha jól sikerült egy vizsgám, vagy mondjuk éppen szomorú voltam valami miatt, vagy azt kaptam éppen szülinapomra, szóval tudjátok, minden alkalomra könnyű volt így nekem ajándékot venni, mert tudták, hogy ugye ezeket gyűjtöm. A Happy Boxban lehetett egyébként őket kapni, ami, ha jól tudom, már megszűnt itt Magyarországon, szóval elég drágák is voltak, úgyhogy tényleg mindig csak ilyen különlegesebb alkalmakra lett ilyen kis mackom. Írjátok meg, hogyha valaki ismerte őket, és valaki esetleg szintén úgy ügyzete, talán itt jobban tudom mutatni a címkéjén. Hát nincs most itt sajnos a körfényünk, a Noé szobájában vagyunk, és az Iza szobájában van. Nem hoztuk át. Gyorsan, amíg most elmentek anyukámhoz, hoznak, mit is hoznak? Málna krémes, málnás lekváros buktát készített a gyerkőcöknek, úgyhogy elmentek gyorsan a fiúk Lacival érte. Addig gondoltam, hogy Noét akkor meglepem. Egyébként elkezdte őket használni, szóval ezek ugye mind újak voltak, hiszen ugye egy ügyteményem volt, és elkezdte őket az olyba vinni magával így alvos pajtinak. Szóval most már van, aki használja is a kis macikat. És képzétek el, hogy itt a hádában most rengeteget találtam így karácsonyi témájút, és mind-mind látjátok, hogy más és más. Mindjárt megmutatom majd őket, Liza ide kiüldeti, ültesd őket ide egymás mellé, jó? Hogy annyira édesek, és hogy látjátok, többsége új. Mindjárt egymás mellé tesz őket. Jó, még egy van. És akkor mindjárt akkor nem tudom, hogy ez itt mit fog a kezében, mert ugye húgolyó lenne, de nem, vagy Rudolf orr. Aha, már értem, hát hiszen ő egy rénszarvas. Egy Rudolf orrocskát fog. Olyan cuki. Na, Liza kirakta egymás mellé őket, úgyhogy mindjárt megmutatom nektek, őt is. És eltettem most azokat, az én gyűjteményeimet eltettem, és ezeket most így meglepetésből, mire hazaér, de ki fogjuk neki készíteni ide a kis polcaira. Nos, ők lennének így, amiket most vettem december első hetében, és én nagyon örülök nekik. És egyébként olyan a kisebbek 800 forintba kerültek, a nagyobbak olyan 1300 forintba talán. Úgyhogy gyakorlatilag egy olyan 5 darabnak az árából lehet egy új lehetett, nem tudom, hogy most lehet-e még kapni őket, valószínűleg igen. Hogyha még ugye itt vannak címkésen, szóval 5 darab macikának, nagyobbnak és kisebbnek vegyesen az árából lehet egy újat venni. Úgyhogy nagyon jó árban sikerült őket beszerezni. Hát ez is nagyon cuki, ez a kis muffinos. Van télapó, télapósapis, de mindenféle témájú van. Egyébként én azt szerettem bennük, hogy akár születésnap, névnap, ölelt egy kis nyuszit, mindenféle fajtájú ilyen kis mitújú maci volt, és elég sokan gyűjtik egyébként őket. Picikék, szóval itt a kezem, úgyhogy ekkorák, nem foglalnak óriási nagy helyet szerencsére, de mindjárt akkor majd a Liza segítségével ide felteszegetjük őket, és akkor kíváncsi leszek, hogy Noé mit fog szólni. Ezek lesznek most így karácsonyra az első díszei a szobájában. Sőt, bocsánat, nem ezek, hanem. Hát ugye volt az adventi kalendárium, ez volt az első. Akkor kiraktam neki egy könyvet, illetve az Oceánban vettünk neki is, meg Lizának is egy-egy ilyen diótörő figurát, úgyhogy ezeket tegnap megkapták ide. Szóval
bocsánat, akkor ők a harmadik díszegy a szobában, és aztán majd még keresgélünk neki majd így a hétvége folyamán, és akkor díszítgetünk. Na, Liza, segítesz anyának? Oké, na akkor tegyük, helyezgessük el itt ezeket a macikat. Bárhova, ahova szeretnéd. Nagyon édes, oké. Jó. Könyvet akkor egy kicsit odébb húzom. Jó. Itt vannak a kincsei. Szerintem a kincseit leteszem egy ilyen de nem fér. Jó. Cuki. Hova tegyem a kincsét, hogy azért el is érje. Ide feltettem. Oké. Hát ide le a vonat mellé is ülhet egy. Szuper. Oké. Hát oda ne tegyél, mert el kell fordítani az adventi kalendáriumát. Úgyhogy szerintem tegyél mondjuk, vagy ide föl is tehetsz, és csak eléred itt fönt. Jó. Na, hát akkor itt vannak a macikák, elfoglalták a helyüket, és én azért örülök, hogy Noé ezekre rájuk talált, és szereti őket, úgyhogy örülök, hogy jó kezekben lesznek a maciaim. Ezeknek pedig szerintem nagyon-nagyon fog örülni. Ugye, Liza? Cukik? Melyik a kedvenced? Melyik az? A muffin. Jó. Meglepetés, gyere! Szia! Meg vagyok? Szia, édesem, na? Mik azok? Ők kicsodák? Tetszenek? Azt tegnap raktad oda, igen. Nem tesz már fel. Nem mászunk fel oda. Akkor te már itt ez a karácsonyfa. 24-én lesz karácsonyfa. Nyisd ki. Hanyadika van? 8-a. Akkor ne, ez a 8-as. Az. Ebben kibontattuk. A 8-as. Aha. 9-e van? Bocsánat. Akkor 9-es mellette. Mellette, azaz. Anya eltévedte egy nappal. Mi van benne? Megjelent szívecske. Szívecske? Na, csak a máskor eszik meg. Jó. Vacsora után megeszed, jó? Reggel, csak reggel. Reggel? Aha. Akkor tedd ide ki, ide tedd ki, és told vissza a fiókot, jó? Csak úgy tesszük. Jó, akkor megettük, akkor tudunk vissza. Rendben, oké. Na, 9-e van. A következő sor első. Második sor, első a 9-es. Ő is nyithat egyet. Aha, na mi van benne? Enni van? Nem. Ezt visszük le. Ugyan olyan, ami benne volt. Persze, hát vannak egyformák, igen. Vannak. Nekem is oda olyan diótörő van, olyan. Igen, jó. Tedd ide ki, és majd este lehozod, vagy holnap reggel, jó? Úgyis holnap itt van lesztek, szombat lesz. Ja? Nem, hétvége. Ugye, hétvége a szombat, az hétvége, akkor tedd vissza. Az a másik hétvége. És a dió... másik hétvége, vasárnap. Na, told vissza a fiókot. Akkor tesszük vissza. Csak úgy megmutatom. Vagy nincs annak benne. Te hol üldögélsz? Itt. Nagyon szép szobadísz leszel itt. Nagyon csinos vagy. Nem is tudjani. Tessék? Nem tudom is jönni. Hát, oké, gyere akkor le. Hopp. Jó, nem mászunk fel, jó? Na, te is, Liza. Szóljál rá, hogy nem mászhat fel, jó? Igen. Nem mászhatok fel.